Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Kiáltja társaival kórusban Fegyér Sándor, az ukrán 68. területvédelmi zászlóalj önkéntese. Egyetemi tanár, akinek a neve lehetséges budapesti ukrán nagykövetként is felmerült. Volt, hogy a lövészárokból tartott órát a hallgatóinak. Ez pedig Budapest egyik kertvárosa. A két helyszínt az köti össze, hogy a 68-asok, azaz a kárpátaljai sárkányok, immár az ötödik olyan adománycsomagot kapják, amelyet innen adtak fel. Az adományozók magyar civilek. Eddig összesen 55 millió forint gyűlt össze, ilyen értékben juttatnak el felszerelést az Ukrajnában harcoló katonáknak. A gyűjtés tavaly kezdődött egy zárt Facebook csoportban. Miután Fegyirék a Lukas Magyar zászlóról posztoltak, Balázsék írtak neki, hogy van-e valamire szükségük. Nekik abban a pillanatban három darab nagy teljesítményű akkumulátorra volt szükségük, amivel ők tabletet, drónokat, rádiókat, számítógépet, zseblámpát, bármit tudnak tölteni. Ezek egy 8 kilós kis apróságok, az áruk ilyen 350 ezer forint környékén volt tavaly novemberben, és arra gondoltunk, hogy akkor megnézzük, ebben a zárt csoportban tudunk-e összegyűjteni legalább egy akkumulátorral való pénzt. 28 és fél óra alatt jött össze az első 1 millió forintunk, ami azt jelentette, hogy megvolt mind a három. A csoport azóta a fémkeresőtől a ruházaton át az erős pistáig mindenfélét küldött a katonáknak. Csupa olyasmit, amit az alakulat tagjai kérnek, drónokat is. Ennek a 3T változatnak az a specialitása, hogy ebben a stabilizált kamerarendszerben nem csak normál nappali fény nem működő kamera van, hanem van hőkamera is. Egy aránylag nem túl nagy felbontású, de működő. Tehát ez nem katonai célú kamera, hanem ez egy teljesen polgári célú eszköz, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. És ez mindet, az összes ilyen eszközt be lehet szerezni Magyarországon? De természetes, ezek mind szabad forgalomban kaphatóak, több áruházban kaphatóak. A csoport tagjai saját kocsikkal intézik a szállítást is, természetesen ingyen. Elviszik Magyarországon belül egy meghatározott, megbeszélt pontra, ahol ezeket az eszközöket tőlünk átveszik. Itt írunk egy átadás átvételi tételes jegyzőkönyvet, a megfelelő személyi adatokkal, aláírásokkal kitöltve, és ez innen indul el Ukrajna felé, és indul el Ukrajnán belül. A csapat nagyon büszke mindazokra a relikviákra, amelyeket a 101-es dandártól kaptak köszönetképpen. Ezt ők aláírták. Tehát ami felirat van rajta filctollal, ezt a Fegyirék és az alakulat, a zászlajtagjai írták nekünk, és küldték el nekünk ajándékba, kvázi köszönetképpen az együttműködésünkért, és köszönetképpen minden magyar embernek az együttműködésért. Az a 101. önálló területvédelmi dandár, 68. önálló területvédelmi zászlójának, a kárpátai sárkányoknak a hivatalos zászlója. Balázs azt mondja, ők csak segíteni akarnak, a politika távol áll tőlük. Mi nem politizálunk. Semmilyen szinten sem magyar belpolitikában nem kívánunk beleszólni, se a külpolitikában, se az ukrán bel- és külpolitikában nem. Ez tényleg egy adományozó szervezet, egy önkéntes csoport. Ha tudunk valamit segíteni a két ország közötti ellentétek elsimításán, akkor mi nagyon boldogok vagyunk. Ha a szomszédomnak ég a háza, nem fogok azon vacilálni, hogy múltkor is átjött a kutya és megrágta a rózsámat, mert ég a háza, akkor segítek. Ukrajnának ég a háza, segítenünk kell.